de mennyien vagytok. Számomra a kérdés az örök, mely szerint melyik a jobb út? Azt, hogyha az ember felkerekedik, és elindul, és megkeresi azt a közösséget, amiben jól érzi magát, vagy pedig, hogyha hatással van, és megpróbál azzal a közösséggel együttműködni, amelyben éppen van. És hát erre a kérdésre keresvén a választ utaztam az elmúlt időszakban, és költöztem országról országra, és ebből az egyik legmeghatározóbb az volt, amikor megérkeztem Rómába, az örök városba. Mert hogy lepattantam a vonatról, ami éppen beérkezett a Terminibe, és akkor már megcsapott az a mediterrán meleg levegő. És mivel egy ismerősénél laktam, ezért mint egy ilyen vakrandi jelleggel próbáltam kifürkészni, hogy akkor ki lesz aznap este a vendéglátóm, és amikor megláttam Pierre Carlo kezét a magasban a horizonton, akkor tudtam már, hogy ő lesz az. És nem csak engem látott vendégül aznap este, hanem még másik három lányt, két törököt, meg egy mexikóit. Így hát mi sem volt természetesebb, mint sem megnézzük a várost az este fényeinél. És hát azok a képek, amikor ott a hold felcsillaglik a Kolosseum fölött, ahogy a motorinósok megrántják a gázt, ahogy zöldre vált a lámpa, ahogy a szerelmes párok andalognak a macskaköves utcákon, vagy ahogy az éjjeli rendőrök ott iszák még akkor is a kávét a sarki bárban. És egyszerűen éreztem, beszívtam magamba a levegőt, és tudtam, hogy megjöttem, hogy ez az én helyem, ez az én otthonom, hogy itt vagyok. Igen ám, de ez az idillikus érzés, ez nem tartott olyan nagyon sokáig, mert hogy másnap reggel mentem be életem első munkanapjára, a követségre. Így hát próbáltam kirángatni az ingemet a bőröndből, és próbáltam kisimogatgatni, mégiscsak kinézek valahogy, amikor is hosszú-hosszú kihívások sokaságába botlottam. Mert hogy kijöttem a lakásból, és hát akkor hol is vagyok pontosan? Akkor ez itt most micsoda? És akkor via, akkor most hova is kéne menjek? És akkor melyik buszra kell szállni? És hol van a busz megálló? És amúgy is akkor jegyet kéne venni? De hát hogy mondják azt, hogy jegy? És hát ugye itt nem áll meg ám ez a sor, mert hogy lakást kell akkor keresni, akkor ki kell szótárazni az összes hirdetést, akkor kell hozzá egy térkép, hogy tudjam, hogy hol vannak azok a lakások. De hogy fel tudjam őket hívni, kell egy telefon előfizetés, és a többi, és a többi. És igazság szerint, amikor az ember ott van, és ugye a hétköznapi dolgok, az apró dolgok is mind kihívások, akkor azért csak eszünkbe jut, hogy vajon nagymamám ma is húslevest főzött? Vajon akkor a húgom kivitte a kutyát? Vagy a haverok elmennek este sörözni? És akkor rájön az ember, hogy igazság szerint a kérdés az ugyanaz. Menni vagy maradni? És itt jön el a csoda. Mert itt jön el az, amikor az ember megtalálja hozzá hasonlókat. Én összeköltöztem másik négy lányjal, egy franciával, egy spanyollal és két osztrákkal. Ez már magában úgy hangzik, mint egy vicc. És így laktunk öten lányok együtt. És igazság szerint mindegy volt, hogy ki milyen nyelven mondja azt az édesanyjának, hogy szeretlek. És mindegy volt, hogy milyen hagyományokat és milyen szokásokat, tradíciókat követünk. Rá kellett jönnünk egy idő után, hogy a kihívások mindannyiunk számára ugyanolyanok. Ugyanúgy, minden egyes alkalommal, nekünk is mindenkinek meg kellett találnia a kedvenc bevásárló központját, meg kellett találnia a pékséget, meg kellett tanulnia a szavakat, és együtt nőttünk bele ebbe a helyzetbe. És itt jöttünk rá arra, hogy teljesen egyformák vagyunk. Ugyanúgy be tudunk rúgni a bortól, ugyanúgy szerelmesek tudunk lenni, ugyanúgy tudunk örülni és együtt örülni dolgoknak, és ugyanúgy fáj a lábunk, hogyha berúgjuk az asztal sarkába. És ez a kis közösség pont attól, mert hogy így együtt jártuk be ezt az utat, nagyon összetartozó lett. Már magában karácsonykor is nagyon nehezen engedtük el egymást, nem beszélve arról, amikor lejárt az egy év, és mindenki hazament. Jártam én azóta már máshol, költöztem Brüsszelbe, Granadába, már csak azért is, mert hiszek abban, hogy az emberrel a csodák a komfortzónáján kívül történnek. És hát igazság szerint így jutottam el a tengeren túlra is, Amerikába, ahol az Obama kampányban dolgoztam. És itt tapasztaltam meg azt, hogy milyen, amikor az ember hatással van a közösségére. Hiszen ez volt a munkám. Önkénteseket toboroztunk, koordináltunk és képeztünk, oktattunk, hogy ők is több önkéntes tudjanak toborozni, hogy aztán együtt dolgozzunk azon, hogy az elnököt újra válasszák. Érdekes volt látni, hogy ahogy az elején, még augusztusban 10-20-an voltunk, egy héttel később már 30-40-en, egy hónap múlva már pár százan, és a választások előtt már majdnem 90 ezeren
akik együtt dolgoztunk azon a feladaton. Igen, de akkor most jöhet a kérdés, hogy akkor mi a Manóért is jöttem haza? Tehát akkor most megtaláltam a kérdésemre, a nagyszabású kérdésemre a választ. Miért, akkor mégiscsak miért jöttem vissza oda, ahonnan indultam? És itt félreértés ne essék. Én nem oda jöttem vissza, ahonnan indultam. Nem csak azért, mert rendkívül sok új romkocsma nyílt a városban, vagy mert befejeztek néhány teret, hanem sokkal inkább azért, mert rengeteget tanultam, és rengeteget változtam az elmúlt időszakban. Nagyon sokat tanultam a világról, másokról, és önmagamról legfőképpen. És itt anélkül, hogy túllépném az időkeretet, csak három dolgot szeretnék megemlíteni, amit remélem, hogy a közönség a zsebi farzsebébe tud tenni, és aztán az előadáson este egy hét múlva, hónapok múlva elő tud kapni. Az első ilyen, hogy nem vagy egyedül. Sosem vagy egyedül. Mindig van valaki, vannak valakik, akik éppen akkor élik meg, vagy már megélték azt, amint te éppen keresztül mész. Akiknek ugyanazok az érzések vannak benne a szívében, akiknek van jelenem, és ugyanazt a dolgot tudja neked elmondani, és átsegíteni téged azokon a helyzeteken, megveregetni a válladat, megfogni a kezedet, amikor éppen arra van szükséged. A másik ilyen nagyon fontos dolog, az az, hogy légy nyitott, és akkor te válsz többé. Mindenkinek megvan a maga útja, és mindenkinek megvan a maga története. És ezek a történetek, hogyha az ember erre nyitott, és befogadja őket, meghallgatja őket, akkor mások szemén keresztül látja a világot, és ő maga válik gazdagabbá. És a harmadik, az egyik legfontosabb felfedezésem az, hogy melyik közösséghez tartozunk, az igenis nagyon sokban függ az identitásunktól. Mert szerint mindenkinek nagyon sokféle identitása van, és itt most nem skizofréniáról beszélek, de hogy mindenkinek nagyon sokféle identitása van, amik egymást kiegészítik. Hiszen Olaszországban én magyar voltam, a tengeren túlon európai, és mind a mai napig vagyok csoporttársa egyetemistáknak, munkatársa kollégáknak, sőt, vagyok valakinek az unokája is. És igazság szerint az, hogy melyik közösséghez tartozom, azt az határozza meg, hogy melyik identitásom a predomináns, melyik az, ami azt adatja nekem, hogy én azt érezzem, hogy oda tartozom. És itt így kerültem bele egy nagyon-nagyon sajátságos és furcsa közösségbe, mert hogy mi nem egy utcában nőttünk föl, és nem is egy egyetemre jártunk, sőt, van olyan, akivel én még nem is találkoztam ebből a közösségből. Ezt hívják úgy, hogy Young European Leadership. Ezek európai fiatalok, akik összetalálkoztak, és nap mint nap azon dolgoznak, hogy az európai fiataloknak megadják azt a lehetőséget, hogy fejlődjenek. Hogy találkozzanak, hogy oktatáson vegyenek részt, hogy projekteket dolgozzanak ki, és hogy konferenciákat tartsanak, hogy így válhassanak majd a jövő vezetőivé. És igazság szerint nagyon érdekes, mert, mint mondtam, van, akivel még nem is találkoztam, ugye néha egyszer, maximum kétszer futunk össze egy évben, hiszen valamelyikünk Vancouverben lakik, a másikunk meg Moszkvában, és mégis egy közösség vagyunk, és egy irányba haladunk. Például most is reggel nagyon sok, elküldtem nekik egy e-mailben, hogy miről is fogok beszélni, és hogy hogyan is zajlik ez az egész TED konferencia, és annyi sok kedves visszaválaszt kaptam, és reakciót az e-mailben, hogy érzem, hogy itt egy csapat áll most mögöttem. De hogy megtaláltam-e akkor erre a kérdésre a választ? És tudom-e, hogy akkor most melyik a jobb? Közösséget keresni, vagy közösségre hatással lenni? Igazság szerint nem. De most már nem is nagyon keresem, mert hogy az, amit én megtanultam, és az, amit én most itt veletek is megosztok, az az, hogy, és azt hiszem, ezt egy graffitin láttam még pár hónappal ezelőtt, hogy az élet nem arra való, hogy megtaláljuk önmagunkat, hanem arra, hogy megteremtsük önmagunkat.